Szép napot, Szatmári Nóra vagyok. Ahogy 2024-ben, vagy éppen 50 és 100 évvel ezelőtt meg, sok-sok 100 évvel ezelőtt mindig voltak minden évben 10 milliószoros napok, és hál' Istennek lesznek is, ez nem fog változni 2025-ben sem. A megszokotthoz teljesen hasonlóan 4 nap lesz, amit 10 milliószoros napnak tudunk elkönyvelni. Már is mondom a dátumokat, érdemes ezekre odafigyelni. Ha már valakinek esetleg megvan a 2025-re szóló naptárja, már bele is lehet írni abba, vagy éppen a telefonos naptárba. Semmiképpen se felejtsétek el, mert nagyon jó egy csomó olyan feladatra, ami könnyebbé teheti az életünket, megnyugtathatja a lelkünket, kicsit helyre rázhatja a szellemünket. Mik azok a tibeti nagy Buddha napok? Mitől olyan különlegesek? Mitől olyan egyediek? Miért tartják maguk a hívők olyan nagyon jelesnek ezt a 4 vallási ünnepnapot? Hát ez borzasztó egyszerű. Ugyanis ezen a 4 ünnepnapon, és így pedig 4 ünnepség keretében emlékeznek meg Buddha életének legfontosabb állomásairól. Úgy tartják, hogy ezeken a napokon a pozitív és a negatív cselekedetek hatása 10 milliószorosára hatványozódik, így a spirituális gyakorlatok elvégzése erőteljesen javallott. Mindemellett a pozitív cselekedetekre és a gondolatokra való törekvés gyakorlására is felhívják a figyelmet ezek a napok. A tavalyi, azaz a 2024-es 10 milliószoros napokat elemző videómban nagyon részletesen elmondtam, hogy hogyan állnak össze ezek a dátumok. Arról is beszéltem, hogy ezek mozgó ünnepek, kicsit hasonlóan, mint a keresztény vallásban a húsvét, a karácsony. Épp ezért ugye ennek van egy speciális számítási módja, de most ezt nem elemzem ki még egyszer, ha valaki a részletekre kíváncsi, akkor azt a tavalyi, azaz a 2024-es esztendőre szóló videóban részletesen megtalálja. Azt viszont röviden összefoglalom, hogy az egyes napokon egészen pontosan a buddhizmusban mit ünnepelnek. A vajmécsesek ünnepe során Buddha a követői hitének erősítése végett csodatevő cselekedeteket mutatott be. Ezen a napon a tibetiek hagyományosan jakvajból készült lámpásokat gyújtanak, hogy megemlékezzenek Buddha tetteiről. A második ünnep a születés, a megvilágosodás és a halál napja. Ekkor ugye 3 dolgot is ünnepelnek. Fontos ünnep ez a buddhisták körében, hiszen a tradíciók szerint a holdnaptárban ugyanerre a napra esett Buddha születése, majd megvilágosodása 35 éves korában, és végül a halála is, vagyis belépése a nirvánába. Ez az ünnep azért is nagyon fontos, mert az aktuális holdhónapban fontos az érdemeket megszerezni, természetesen ezt a buddhizmushoz kapcsolva értik. A jó karma gyümölcseinek megérésére és létére kell elsősorban gondolni, különösképpen akkor, ha ez valamilyen formában közelebb visz a megvilágosodáshoz. A korai buddhista tanításokban az érdemes cselekvés 3 alapja a nagylelkűség volt, az erkölcs volt, harmadjára pedig maga a kultúra, illetve a meditáció. A harmadik ünnep az imakerék ünnepe, amikor Buddha először forgatja meg a dharma kerekét, emellett emlékeznek Buddha első beszédére, a 4 nemes igazság tanára. Buddha éppen 7 héttel a megvilágosodása után kezdte el hívai tanítását, méghozzá a legenda szerint az indiai istenek Indra és Brahma kérésére. És legvégső soron a 4. ünnep, ennek a 4-esnek a záróakkordja, a mennybe menetelnek a napja. 41 évesen Buddha a mennyekbe emelkedett, hogy az isteneknek tanításokat adjon, valamint édesanyjának meghálálja, hogy hozzásegített őt a szamszarából való szabaduláshoz. Végül a saját követői kérésére Visvakarma Isten által készített különleges létrán visszatért a mennyekből. Nos, nézzük, hogy ha már tudjuk, hogy mi ez az ünnepségsorozat, mikor is zajlik egészen pontosan. Az első nap, március 14-e, a vajmécsesek ünnepe. Ezt követi a június 11-i nap, amikor ugye az érdemek hónapja zajlik, a születés, a megvilágosodás és a halál napja. Július 28-a, az imakerék ünnep, és november 11-e a mennybe menetel napja. Mindezt persze 2025-ben. Ugye jöhet a kérdés, hogy oké, már mindent tudunk, de mit kell csinálnunk? Nos,
a nagy terhek, a vétkek feloldását érdemes ezekre a napokra időzíteni. Kérjünk bátran magunknak kiegyensúlyozottságot, harmóniát, szépséget, jóságot, elégedettséget, de ne feledkezzünk meg a környezetünkről, ne feledkezzünk meg azokról az emberekről, akik esetleg nem tudják, hogy ezek a napok milyen különlegesek. Küldjünk tudást, fényt, szeretetet a Földnek és magának az emberiségnek. Kérjünk bátran egészséget mindenkinek, és ne feledkezzünk el most sem a Földről, és úgy összességében a Földön élő emberekről. És persze az már csak habatortán, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy ezek mind-mind csodás napok, de ha 365 vagy éppen aktuálisan 366 napról beszélünk, és mindig csak 4 napon tartjuk be ezeket a szabályokat, akkor az azért kevés. Tehát jó lenne, hogyha egyébként sokkal gyakrabban, például a teli hold és az új holdat érintő napokon is gyakorolnánk ezeket a képességeket és ezeket a jó szándékokat. Vannak szabályok, amiket tényleg érdemes betartani, például ne legyünk önzőek, bátran áramoltassuk a szeretetet, örüljünk a kicsinek, az aprónak, mosolyogjunk feltételek nélkül, adjunk valamit másoknak, persze nem lenne baj, ha ez jó vagy éppen nagyon jó dolog lenne. Teremtsünk alapvetően jó gondolatokat a fejünkben, és a cselekedeteink is mindig és folyamatosan legyenek pozitívak. Tegyünk azért, hogy megpróbáljuk mi hamarabb elengedni a rosszat az életünkből, és elengedni a hibás berögzöttségeinket. A lehető leginkább képesek legyünk arra, hogy belátással bírjunk mások iránt, és ehhez azért kellő tudatosságra is szükség van. És ami nagyon fontos, és nem csak ezen a 4 napon, hanem úgy általában is, hogy soha ne rugaszkodjunk el a realitás talajától. És gyakorlati szinten például tudunk meditálni, imádkozni, gyertyát gyújtani, adakozni, kezdjünk el fókuszálni a céljainkra, legyünk minden apró dologért hálásak, a levegőért, a vízért, amik automatikusnak tűnnek, pedig egyáltalán nem biztos, hogy azok. Mantrázzunk, és vonjunk be ebbe másokat is, vonjuk be a szeretteinket, a barátainkat, akkor is, hogyha egyébként ők ezeket a napokat úgy különösebben nem ismerik, nem hallottak róla, vagy még sosem gyakorolták ezeket a feladatokat, ezeket a spirituális gyakorlatokat. És ha mindaz, amit elmondtam, és mindaz, amit felsoroltam, ténylegesen be tud épülni az életedbe. Adott esetben 4 napnál több napban is, sokkal gyakrabban, mint a jelzett dátumokon, akkor egyébként csodát tudsz tenni önmagaddal, kezd el ezeket a folyamatokat mi hamarabb megélni, építeni önnön magadat, hiszen ha építed magadat, akkor javul az önbecsülésed, javul az önértékelésed. Én azt kívánom 2025-re mindannyiatoknak, hogy legyen nagyon jó évetek, mert ha tesztek önmagatokért, azt a sors is meg fogja hálálni.